Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket a Lólépésben Sakmagazinban. Gunyát Zoltán műsorvezető vagyok, és az én kötelességem az, hogy tudósítsam a kedves nézőket a megye és a régió, az ország különböző sakk eseményeiről. Nos, események voltak bőven. Októberben sor került az MB2 harmadik fordulójára, és, illetve bocsánat, második fordulójára, és megyénk sakcsapatai szempontjából különös jelentőséggel bírt ez a találkozó. Három csapatunk játszik az NB2-ben, a Tiszavasvári csapata egy rendkívül erős csapattal mérkőzött, meg a Szírma Besenyővel, az egyetemisták, tehát a Nyíregyházi Egyetem mezőkövesdel mérkőzött meg, az NVSC szépfényű érmekre pályázó csapata, pedig a tavalyi ezüstérmessel. Nos, vegyük sorjában. Az első mérkőzés a Tiszavasvári szírmabesenyő Besenyő volt. Szírma Besenyő rendkívül megerősödött erre a 2019-2020-as bajnoki évre. Ukrán, román és szlovák mesterekkel, idegenlégiósokkal lett megerősítve ezen Borsod megyei kis településnek a sakcsapata, igen-igen erős sakcsapata, talán még bajnokságra is törnek, olyannyira erős, Csapatot verbovált össze szírma besenyő. Tiszabasvári csapata változatlan volt, tulajdonképpen nem erősítettek, nem volt játékos mozgás, és ennek köszönhető, hogy a papírforma nagyarányú Besenyői sikert ígért. Ez Sajnos be is következett, ugyanis igen nagyarányú vereséget szenvedett Tiszavasvári csapata, tíz és fél másfélre kapott ki szírma besenyőtől ami súlyos vereségnek tűnik, de azért tegyük hozzá, hogy voltak meglepő eredmények. Például ugye Mizik Zsolt, Tiszavasvári játékos, Raddan Román Fidemesterrel játszott döntetlen, úgy tudom ez volt az utolsóként befejezett parti ez ugye megyénk élete szempontjából egy negatív eseménynek volt minősíthető, de hát fog még Tiszavasvári meccset nyerni, nem olyan elveszett csapat az. A Nyíregyházi Egyetem mezőkövesdet fogadta október 13-án hazai pályán. A mezőkövesdiek erős csapattal érkeztek, élükön Becskei Zoltán Fidemesterrel, és a két körülbelül hasonló erősségű csapat között, Hála Istennek a a mérleg billegő nyelve a hazai csapatnál ö, állt meg, ugyanis igen szép győzelmet aratott a Nyíregyházi Egyetem, 7 és fél, 4 és fél arányban kiütötte ö, legyőzte a mezőkövesdi vendégcsapatot. Ez egy nagyszerű teljesítmény volt az egyetemistáktól, ahol ö, tulajdonképpen ö, nem sok mester játszik, Orsó János mester az egyetlen mester az egyetemistáknak, és ö, nem sok ö, mondjuk úgy idegen szerepel az egyetemistáknál, ennek ellenére a rutinos és ügyes fiatalokból álló hazai csapat szép győzelmet ért el. Az MB2 elsősége szempontjából az egyik legnagyobb jelentőségű mérkőzés volt, az NVSC és Edelény mérkőzése, szintén október 13-án került erre sor. Tudni kell, hogy az NVSC csapata nagyon szeretne fényes, talán a legfényesebb érmet szerezni a bajnokságban, és az érem Edelény már kétszer ütötte el az NVSC csapatát. Legutóbb a 2018-19-es évben német és svájci igen erős nemzetközi mesterekkel, szlovák játékosokkal erősített csapattal érkeztek, és tudtak minimális arányban erőt venni az NVSC Ö, a, az edelényi csapat a megelőző bajnokságban ezüstérmes lett, a bajnok Miskolc pedig értelemszerűen feljutott az NB1B-be, tehát ha pusztán ezt néznénk, azt mondanánk, hogy az edelényi csapat lenne a legerősebb, persze azért szírma Besenyő talán erősebb. Edelény nem hozta ezúttal a kiváló nemzetközi mestereit Svájcból és Németországból, minden esetre azért nem volt az gyenge csapat, hiszen az utolsó táblán is egy első osztályú minősítésű játékos játszott, a papírforma, mivel a nyíregyháziak a legjobb összeállításokban álltak ki, hazai sikert ígért. Ez a találkozó igen nagy arányú hazai győzelmet eredményezett. Az NVSC csapata egyetlen partit elvesztve, négy döntetlen mellett, hét győzelemmel, 9-3-ra ütötte ki az edelényi csapatot. Tehát ez egy igen szép és nagy arányú győzelem volt, uh, 9-3, a egyetlen táblán vesztettek a hazaiak, a, az NVSC igen fiatal, ügyes, tehetséges játékosa, egy tíz éves fiatalember elveszítette jóval magasabban jegyzett ellenfele ellen a partit, de biztos vagyok benne, hogy két éven belül uh, fordított eredmény fog születni. Ezzel a győzelemmel az NVSC előrelépett öt helyet a táblán, és igen szép helyen áll az egyetemisták csapata is, ötödik helyen, a Tiszavasvári csapata pedig a 10-11. helyen állomáshozik. Nem jelentenek ezek a helyezések még semmit sem, tekintettel arra, hogy mindegyik csapat lesz még erőnyerő, amikor is nem szerez táblapon számot, a bajnokság vége felé pedig már jósolhatunk közelebbi eredményeket a bajnokság végét illetően. Három forduló zajlott le eddig a szabolcs szatmár bereg megyei első osztályú csapatbajnokságban is. Azt lehet mondani, hogy a hazai pálya nem lejtett, vagy talán visszafelé lejtett, hiszen majdnem minden esetben vendégsiker született. Megyén két régi sakcsapata, Nyírbátor és Fehérgyarmat mérkőzött meg egymással, mégpedig nyírbátorban. Óriási küzdelem zajlotta a tudósítónk szerint a, a csapatbajnoki mérkőzésen. Fehérgyarmat minimális arányban, 5,5-4,5 arányban tudta legyőzni Nyírbátort, köszönhetően annak is, hogy két ö, 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 Fehérgyarmatól elszármazott játékosát aktivizálni tudta, és hazai pályán ö, ringbe tudta őket állítani. Megmérkőzött egymással Vaja és a Nyíregyházi Egyetem harmadik csapata is. Azért mondom, hogy harmadik csapata, mert a Nyíregyházi Egyetemnek az első csapata az MB2-ben küzd, mint elmondtam pár perccel ezt megelőzően, ezen... Túl az egyetemisták két csapatot indítottak a megyei csaparbajnokságban. A második csapatuk az a tavai bajnok, a harmadik csapatuk pedig ö, részben idős tapasztalt sakkozókból, részben tehetséges fiatalokból áll. Nos, az egyetemisták harmadik csapata Vajára látogatott, oda, ahol egy-két debreceni idegenlégiós erősíti a hazai pályát. Hát, ö, vaján megdöbbentő eredmény született, tekintettel arra, hogy a korábban viszonylag gyengébb ö, egyetemista három csapat nagyarányú 7-3-as győzelmet aratott. Az egyetem három csapatát illetően el kell, hogy mondjam, hogy egy-két évvel ezt megelőzően még ö, a ranglista vége felé tanyáztak, azonban az idősakkozók nem vesztik el a tudásukat, a fiatalok pedig rohamosan fejlődnek, ennek köszönhető, hogy a Nyíregyházi Egyetem harmadik csapat ezzel a szép és értékes győzelemmel a negyedik helyre került a tabellán. A rutinos és erős játékosokat ö, csatasorba állító Kisvárda mérkőzött még meg Balkán csapatával, ö, Tudni kell, hogy Balkány is szép múltra tekint vissza, hiszen jó pár éve lesz megelőzően még az NB2-ben vitézkedett. Kisvárda pedig egy erős csapat, sok játékosa a Tiszavasvári NB2-es csapatának a játékosa is, és Kisvárda szerzett már ezüst és bronzérmet a bajnokságban, a megyei csapatbajnokságban, nem véletlen, hogy a tabella harmadik helyén állomáshozik. Nos, a a papírformain azt hiszem nem túlzok ha azt mondom, hogy kisvárdai sikert ö, ö, jósolt, azonban a balkániak lelkesen küzdöttek, mivel 5 arányú döntetlen értek el kisvárdán, megint csak nem sikerült jól a hazai pálya, tehát én azt hiszem ez az eredmény igen hízelgő a balkány csapatának. Nagy mérkőzés volt a Nyíregyházi Egyetem második csapata és az NVSC második csapata között. Azért második csapata mindkét klubnak, mivel az első csapatuk az NB2-ben vitézkedik. Tudni kell, hogy a Nyíregyházi Egyetem második csapata a 2018-19-es megyei csapatbajnokságot, pestiesen szólva utca hosszal, tehát torony magasan nyerték, és harmadik helyen végzett az NVSC második csapata. A két csapat összeállítása azt tükrözte, hogy mindkét klub rendkívül ambícionálja a küzdelmet, hiszen igyekeztek a csapatok a legerősebb összeállításban csatasorba állni. Az NVSC játékosai értékszámban kisé felülmúlták az egyetemistákat, ez megmutatkozott a végeredményben is. 6-4 arányban győzött az NVSC második csapata, ezzel élre ugrott, tehát első helyen áll a megyei csapatbajnokságban az NVSC második csapata, második helyen az egyetemistáknak a második csapata, a, és el kell, hogy mondjam még, az NVSC tulajdonképpen túl van már a tavalyi bajnokon és a tavalyi ezüstérmesen, tehát mondjuk úgy, hogy lépéselőnyben van a megyei csapatbajnokság esetleges megnyerését illetően. Ezek azok az események, amelyek előző adásunk óta történtek a megyei és a Nemzeti Csapatbajnokság küzdelmeiben, és most pedig a kedves nézőknek partit szeretnék bemutatni, amelyet természetesen megyénk játékosai játszottak. A most következő parti az egyetlen parti volt, amelyben a Tiszavasvári játékosai győztek az igen erős szírmabesenyői csapat ellen. A parti világos sikert ígért, hiszen a világos figurákat vezérlő karácsony zsolt, mint egy kétszázal magasabb értékszámú a sötét figurákat vezető Tiszavasvári játékos kozma Ádámmal szemben. Na de Ádám felborította a papírformát. Nézzük a partit. Világos e 4 nyitott, amivel ö, Ádám a karokán védelembe terelte a játékot. C6. D4. D5 és karácsony Zsolt a zárt változatot, a B12-es kódú változatot választotta E5. Futó F5 Világos, azonnal igyekszik tisztázni a futót. G4, ez egy agresszív változatnak a folytatása. Itt általában ö, vissza lehet vonulni a futóval G6-ra, és e 4 nek is van létjogosultsága. Egy ö, valószínűsíthető, hogy karácsony volt, egy gyalogáldozatos ö, ö, változatot akart volna megjátszani. Ádám ö, a ritkább változatot választotta, a futóval visszavonult D7-re. Ez egy nyomott állást eredményez számára, de egyáltalán nem elveszett állást. F4 következett, E6, Huszár F3. Most láthatjuk, hogy sötétnek Ádámnak a világos mezőjű futója kisé beszorult, azonban ennek azért nincs különösebb jelentősége, mivel a centrum megbontása után játékba avatkozhat, és az a sötétnek a rossz futója, világos mezőkön mozgó futó, ha lecserélésre kerül, jóvá válik az állása, tehát következik C5. C3, gyaloggal szeretné tartani a D4 pontot világos, huszár C6, Ádám egy további figurát bekapcsolat D4 pont elleni nyomásba futó D3, és így gyalogcsere üt D4, gyalogütt D4. Vezér B6 tehát nyomást vegy ki a B vonalon a B2 gyalogra, egyúttal támadja a D4 gyalogot is, erre futó E2 visszakozás történik, hogy a vezér is és az F3 huszár is védje a D4 gyalogot, tehát futó E2, bástya C8, A3. Ez a lépés meggyengíti a B3 és C4 mezőket, ez, ezeket a világos mezőket, tehát Huszár A5-tel Ádám ellenőrzés alá vonja ezeket a ö, gyengülő világos mezőket, Huszár A5, amire Huszár D2 következik. Most, hogy szabaddá vált a világos mezejű futó útja, Ádám lecseréli a világos mezejű futót, futó B5, és rövid sánc. Futó 2 tegyük hozzá, hogy a világos mezejű futók cseréje sötétnek kedvez, vezér 2 és huszár B3. Ez egy befészkelődött ló, amit nem szabad sokáig megtűrni a B3 mezőn, ezért huszár üt B3, vezérő B3, és futó Dénes 2. Erre azt mondhatná a pancser, hogy na üthető a B2 gyalog, tehát Ádám üsse le a B2 gyalogot, hát igen ám csak, hogy arra rettentő problémákra kerülhetne a sor. Bástya B1 következhetne, és a bástya behatolna B7-en keresztül sötét állásába, ami végzetes lehet, szó sem lehet ilyen pancser lépéstől, tehát futó e 7 fejlődött tovább ádám, következett bástya AC1, Király D7, Bástya C8, király C8. Bástya C1 sak király D7 természetesen. Azt mondhatnánk, hogy sötét irányítja a játékot, mivel hogy bástyája elfoglalta az egyetlen nyílt vonalat, stb. stb., de nem olyan egyszerű ez az állás. Király D7 után futó A5-tel folytatta sötét. Szeretne a bástyával behatolni C7-re, de ez nem lehetséges. Futó d 8-al cserét ajánlott fel Ádám. Futó D8. Amire következett bástya C3, a vezérelőzése, vezér A4, futó B4, Huszár E7, most már ö, sötét teljesen kifejlődik, huszár G5. Fenyegeti az F7 gyalogot, csak hogy erre előbb egy kis közbeitatás következik, futó B6, megkérdezi a D4 gyalogot, hogy hogy érzi magát, következett vezér D2, következett huszár C6, megkérdezi a sötét mezejű futót, futó C5, futó C5, D C5, egy szabad gyalogot hozott létre, és király e már meg is van védve az F7 gyalog. Huszár F3 visszakozás történik, és itt ö, Ádám látja, hogy ö, tulajdonképpen B2, B4, majd Huszár D4 következhetne, ö, egy nulltempós bástyát alkot, tehát játékba hozza a bástyát úgy, hogy ö, nem is lép, H5-tel kéri meg a világos ö, gyalogszerkezetet, hogy merevítse el magát. Tehát H7, H5, nem üthető jól az a gyalog, mivel arra a bástya játékba avatkozna és szétesne világosnak a, a térelőnyös királyszárnya, ezért H3-mal védi magát Karácsony Zsolt, H3. Ádám beütött a gyalogra, tehát üt G4, gyalog üt G4. Gyalog 5G4, és itt Ádámnak egy következő nagyszerű lépése következik, G5. Hát mit is tehetne erre? Az a gyalog nem igazán üthető jól, ezért B4-jel igyekszik bezárni a vezért, sötét, tehát B2, B4, következett 5 F4, vezérüt F4, erre azonban a, a fellazult világos hátországba behatol a vezér. Vezér D1. És itt Ádám már, hát csúnyán mondva, már nagymesternek érezheti magát, hiszen a nehéz tisztjei gőzerővel dolgoznak a, a sötét, illetve a világos királyállásnál. Király F2, Bástya H1. Világos ö, beadta a sakkot, vezér G5, amire király D7, és nem nagyon tud a, a világos továbbjutni, vezér F6, király E 8, következett még király G3, am, amire Ádám megtalálta a csodás tisztáldozatot, Huszár D4. nem nagyon van más lehetősége világosnak, mint leütni a lovat, huszár D4, amire Ádám brillíroz, vezér G, ö, bástya G1 sak, király H2, bástya H1, király G2, vezér G1, király F3, és vezérült D4, és tulajdonképpen bástyát elveszíti, még a bástyáját is világos, támadva van a bástya is, nem tudja máshová vinni, és ezért tulajdonképpen nem tudja olyan helyre vinni a bástyát, ahol ne ütné azt le, ezért a partit világos feladta. Igen szép teljesítmény volt Ádámtól. és egy másik partit is szeretnék a hátha levő szűk műsoridőben bemutatni a kedves nézőknek. A partiban Világos Varga Péter nemzetközi mesterünk volt, az NVSC játékosa, Sötéttel pedig Dudás Péter mester játszott. Huszár F3, D5, G3, C6, Futó G2, E6 a katalán futó ellen Dudás Péter egy masszív stabil felállást választ, következett a rövid sánc, majd e 5 Dudás Mester kőfal változatba terelte a játékot, tehát ez a B7-C6-D5-E6-F5 gyalog alakulat, egy kőfal szerű, amiben kisé bezárva maradt Sötétnek a, a világos mezejű futója, viszont rendkívül stabil, talán döntetlenért harcba szálló felépítés ez. Tehát következett F5. Erre D4, D4, Huszár F6, és C4 következhet. C4. Itt nem ajánlatos leütni D5-tel a C4 gyalogot, az hamar visszanyerhető, és emellett még rendkívül erős lenne, üt C4-re huszár e is, majd visszanyerve azt, tehát tilos a C4 gyalogot beütni, helyett fejlődni kell, futó D6, vezér C2, és rövid sánc. Péter az E öt pont ö, könnyű tisztekkel való megszállását dolgozta ki tervként, tehát következett Huszár BD2, sötét Huszár B8 D7-et lépett, és most, hogy a, a Sötétnek a világos mezőkön mozgó futójának az átlója be van fedve a D7 ló miatt, be lehet ütni D5-re, és csak a C gyaloggal lehet visszajutni, mert hogyha E6 gyaloggal ütne vissza sötét D5-re, akkor a világos vezér leüthetné ingyen az F5 gyalogot. Tehát üt D5, és C üt D5. Most a huszárokat kell elhelyezni úgy, hogy elérhessék az e mezőt, meg kell cserélni a huszárokat, tehát az F3 huszár, E1, D3, majd a D2 huszárral F3 manőver után mindkét huszár ellenőrzi az E5 mezőt, tehát következik a tervbe illő huszár E1 lépés, huszár B8, huszár D3, huszár C6, és huszár F3 manőverrel nem csak a D4 gyalogot védjük, hanem az E5 mezőt is ellenőrizzük. Következett vezér B6, futó E3, huszár G4, vezér D2, tehát Péter odameri adni a sötét mezőkön mozgó futóját, huszárüte 3, vezérüte három. A zárt gyalogszerkezet miatt Sötétnek a futópárja nem bír olyan jelentőséggel, mintha kinyílt állást láthatnánk, ezért volt bölcs dolog megengedni a, a Sötét mezejű futó lecserélését. Futó D7, Bástya F C1, amikor arról kell dönteni, hogy melyik bástya kerüljön a nyílt vonalra, azért az A1 bástyát mindig ott kell tartani, lehetséges, hogy az A vonalon kell erőt adni a bástyákkal, tehát bástya FC1, bástya AC8, és most már, hogy nem kell tartani az A vonal kinyitásától, az A1 bástája világosnak B1-re tehető, megvalósítandó a B4 gyalogelőre nyomulás. Tehát bástya AB1. Ezek után egy érthetetlen, nem értem miért léphette azt euh, Dudás Mester, Bástya C-E8-at lépett, mint hogyha fenyegetne a, az E5 állás kinyitó lépése, tehát Bástya C-E8, pedig inkább talán vezér A4, A3, vezér, ö, tehát vezér A5, a3 vezér a lépés lett volna talán inkább ajánlható a világos mezők ellenőrzésével. Ehelyett következett Bástya CE8. Péter megvalósította az eredeti tervét. B4, az, az a gyalog nem üthető. Vezér D8 visszakozás és B5-tel jelentős térelőnyt ért el világos a vezérszágyon. A huszárnak visszakozni kell e hétre, és ezek után látható, hogy e semmiképpen sem valósítható meg, hanem világos szája meg az e 5 bázissal, tehát huszár f e 5 Erre következett futó C8, pedig talán huszár G6 erősebb lépés lehetett volna, én nem vagyok benne biztos, hogy azt a világos mezejű futót nem lehetne odaadni valamelyik huszárért. Vezér D2 következett, a vezér megtette a D4 pont ellenőrzésével a magáit, most már más vadászmezőkre léphet, király H8, bástya C2, következik a bástya kettőzés, huszár G8, Bástya bc 1 és futó D7. Nem nagyon látható, hogy mi ö, sötétnek a terve, ennek ellenére igen aktívan és erősen játszik világos, huszár C5 előre nyomulás következik. Azért is ö, 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 engedhető meg, hogy sötét lecserélje az e 5 vagy C5-ön álló huszár, mivel, hogy futó C5-re bástya 5 C5 következhet, de még a ö, d 4 c 5 C5 nek is lehetnek hívei, és futó üte 5 a d 4 t 5 sem megvetendő, hiszen a megmaradó sötét tisztek nagyon rosszul állnak ebben az állásban. Tehát cserétől nem kell félni, ezért védeni kell a B7 gyalogot, futó C8. Huszár B3, következhet ugye az A gyalog előre nyomulása, vezér E7, vezér A5, B6, vezér A4, és A5, hát ez egy gyalogvesztést jelent konkrétan, A5, B5, A6, ampass lépéssel vezér A5, amire következett E3. Huszár E7, futó F1 természetesen, a futó védi azt a gyalogot, király G8, futó B5, Bástya D8, nem szabad odaadni a bástyát, Huszár D2, Király H8, Huszár D F3, Király G8, Király G2, H6, Huszár D3, Futó D7, Futó D7, Vezérű D7, Vezér B3, nem szabad lecserélni a vezért, Vezér A7, Vezér B5, meg kell védeni azt a gyalogot, bástya A8, úgy tűnik, hogy visszanyeri sötét a gyalogot, huszár B4, futó üt B4, vagyis ö, huszár C8, huszár E5, futó üt B4, vezér üt B4, és vezér A6. Erre azonban dönt a bástya behatolás, bástya C7, bástya A7, bástya üt A7, vezér üt A7, és itt egy gyönyörű elterelés, vezérült F8, és itt ö, sötét fel kellett, hogy adja, mivel királyú F8-ra következhet, bástyaüt C8, király ö, E7 és huszár C6 kettős támadás, és visszajön a vezér, és tisztelőnyel kezdené világos a végjátékot, tehát kezet kellett nyújtani a dudásmesternek. Kedves nézőink, remélem tetszettek a partik is, különösen ez a befejező, elegáns, rátereléses, tisztnyerő kombináció. Elfogyott a műsoridőnk, el kell, hogy búcsúzzak. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!